Rekordokat döntött tavaly a hazai turizmus, de idén sem produkált rossz eredményeket Magyarország. A Központi Statisztikai Hivatal augusztusi jelentése szerint sok volt a vendég, és a bevételek is nőttek. A témát érintően vendégünk a stúdióban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Falusi Turizmus Egyesület elnöke, dr. Hanusz Árpád, köszöntöm. Nos, az, hogy rekordokat döntött tavaly, itt mire kell gondolni, mekkora ugrásra, milyen mértékű változásra, ha már ezt így ki lehet jelenteni? Hát miután a magyar turizmus zömében úgymond éghajlat függő is, vagy legalábbis időjárás függő, mind a tavalyi évünk, mind az idei évünk az egy nagyon jó év volt, jó nyarunk volt. Ezért mind Budapestnek, mind a Balatonnak, és hát persze a vidéknek is viszonylag jó volt a turista forgalma. Köszönhető ez elsősorban a belföldi, tehát tegyünk különbséget belföldi és külföldi turizmus között. A nemzetközi turizmusban azt látjuk, hogy az is folyamatosan növekszik, de az főleg Budapestre koncentrálódik, míg a hazai turizmusunk, a belföldi turizmusunk az a vidékre. És a vidéken is belejátszottak ebbe a természetesen a hosszú hétvégék. A wellness turizmusunk, amelyik igencsak kitett magáért, mert a wellness szállodáink általában hosszú hétvégén mindig megteltek. Ettől függetlenül azt mondom, hogy a vidéknek a szerepkörét jobban lehetne erősíteni, hisz Budapest most olyan, mint a zászlós hajó. Eddig is az volt, de most még jobban erősödött, hisz nagy divat lett, hogy a romkocsmák, a buli negyednek a turista vonzalma. Tehát ilyen szempontból jobban a vidékre kellene koncentrálnunk, hisz a globalizálódó világban a természeti erőforrásoknak egyre nagyobb szerepe lesz. És így a megyénk, és hát a vidék, a magyar vidék, az mindenképp fel fog értékelődni. A turizmus egy komoly gazdasági ágazat, tehát ugye investálni kell vele, fejleszteni kell, résen kell lenni, hogy mire van igénye mindazoknak, akik utaznak, illetve ezeket a szolgáltatásokat szeretnék igénybe venni. Ha azt is nézzük, hogy mi került bele újonnan ebbe az ágazatba, itt most tőkére gondolok nyilván, és a fejlesztés költségeire, tehát ahhoz képest arányos-e a növekedés? Nem. Na, azért mondom ezt, hogy nem, mert bár azt mondják nagyon sokan, hogy nem költünk eleget, mert sokkal többet lehetne költeni turizmusra. Én inkább azt mondom, hogy nem költünk tudatosan. Olyan költési indexeket lehetne kimutatni számszerűségében, és nem vagyok éve a ilyen számokkal való dobálózásnak, de kétség kívül, hogy egy csomó olyan új beruházás született, amely nem hozza, vagy csak nagyon-nagyon lassan hozza majd meg azt, hogy ennek volt értelme. Kétség kívül, hogy óriásit fejlődtünk infrastruktúrában, főleg a szálláskapacitásaink nőttek, Falusiban nagyon. Durván az országban, nem durván, hanem majdnem megközelítőleg, de hát ugye folyamatosan nőnek a számok. Több mint 1500 minősített ház van, ami újonnan épült. 1500, csak 10 ágyal számolva, és ez egy borzasztó nagy szálláskapacitás. Ha ezt most megnéznénk térképen, hogy ez hogy oszlik el, akkor már is látná az ember, hogy van, ahol még mindig kevés van, és van, ahol meg teljesen fölösleges volt. Tehát egy sokkal tudatosabb beruházási terveket kellett volna előállítani, előre kutatni egy kicsit, jobban megnézni, hogy mi az igénye a turistának, mihez van. Tudnék, ez az összes szállás, ami újonnan épült, ez 99%-ban 4 napra forgós. Ez körülbelül a 4 csillagos szállodának felel meg, aminek persze magasabb az ára is. Falusi turizmus azért működött nagyon jól, mert nagyon olcsó meglévő infrastruktúrát hasznosított. Ezek pedig ma már nem meglévők, hanem kacsalábon forgó vidéki szálláshelyek, amelyek egyik-másik, akár panziónasságú is már. Nincs ezzel semmi baj, mert ahol van turisztikai attrakció, ahol van vonzerő, ott erre szükség van. De ott, ahol mondjuk évente 10-12 vendég fordul meg, ott azért ez egy pocsékolás, egy fölösleges beruházás volt, azzal együtt, hogy a magyar vidéken, a magyar falunak a megújítása ugye nagyon fontos lenne, hisz funkcióvesztett falvaink vannak. A funkcióvesztett falvaknak a turisztikai hasznosítása az igencsak ideális lenne. Viszont elképzelhető az, hogy épült a faluba 5 új ház, új falusi vendégfogadó, és tönkrement 15 olyan kiöregedett
meghaltak az idősek, és üresen áll, mert a fiatalok városba költöztek, üresen álló ház, amely viszont visszataszító erő, mert romos lesz, mert a rágcsálók beköltöznek, és ide már nem, ebbe a faluba már nem szívesen megy majd a turista. Tehát egy sokkal átgondoltabb fejlesztéssel, meglévő infrastruktúránkat további felújításával sokkal nagyobb előnyt érhettünk volna erre. Lehet-e itt a tervezésnél, az előre gondolkodásnál azt külön választani, hogy mi fér bele mondjuk rövid távú tervezésbe, és mi az, ami feltétlenül egy hosszabb távú végig gondolást igényel? Igen, hát hogyne. Mindenképp azt mondom, hogy a komplexitásra való törekvés. Tehát amikor azt mondom, hogy egy területnek van turisztikai vonzereje, akkor ezt a vonzerőt kétféleképpen lehet erősíteni. Egyrészt mindent elkövetek, hogy ez bemutatható legyen, ez élvezhetően, élményt nyújtóan legyen a turista számára elérhető, és ehhez megfelelő marketinget is hozzárendelek. Én tesztelem a megyénket is, hogy mennyire ismerős az országba, hisz ugye a tanításaim során most éppen ugye olyan elsőéveseket tanítottam ebben a fél évben, vagy tanítok ebben a fél évben, akik az ország minden részéről jöttek. És mennyire ismerik? Azokat a turisztikailag fontosnak ítélt, legalábbis az itt élő emberek számára úgy tűnik, mintha Szatmárcsek egy nagyon fontos hely lenne. Én a magyar történelem szempontjából is nagyon fontosnak tartom. Mégis egy-egy ZH alkalmával beépítem a ZH-ba ezt a települést, mondjuk a 150-200 főből 90% nem tudja, hogy hol van. Tehát nem elég nekünk tudni azt, hogy ez egy fontos, és nem csak Szatmárcsek, természetesen számtalan más települést, vagy látnivalót tudnék mondani a megyébe, amiről fogalma sincs a mai fiatalnak. Márpedig a jövő turistáját, az okos turistát, azt most kellene megragadni. És hát nem a hagyományos kiadványokkal, hanem azokkal a telefonapplikációkkal, amit a mai fiatal óhatatlanul használ. Ma már azt mondom, hogy egy ember, egy fiatal, egy egyetemi, egy főiskolai hallgató körülbelül annyit tud, amennyi az okos telefonjában van. Ha nincs benne, akkor azt mondja, hogy az őt nem is érdekli. Na most erre kellene ráépülnünk, hogyha ezeket az információkat igenis el tudom juttatni a fiatalhoz, és fel tudom az érdeklődését kelteni azzal, hogy a valóságban is nézze meg. Nem az a nehéz, hogy itt jól érezze magát a turista. A megyébe nagyon jó turisztikai fogásokat és nagyon jó turisztikai rendezvényeket csináltunk, de ahhoz ide kell lecsábítani a turistát. És ez a nagyobb probléma, hogy ide jöjjön. Mert aki itt van, az mindig azt mondta, hogy majd szívesen jön vissza. Csak az volt nehéz, és a mai napig is az nehéz, hogy és jöjjön is ide. Az egy nagy váltás azért, amikor a fiatalokat érdeklő turisztikai attrakciók, hogy így fogalmazzak, átavanzsálódnak, amikor családfővé válnak, szülővé válnak, családban gondolkodnak, és nem egyéni néhány napos önfelett szórakozásban, mert ez már nyilván osztja is azonnal egy adott országrésznek a kínálatát. Mik azok a rendezvények, melyik azok a kezdeményezések, akár egészen régiek, amelyek azért úgy felírták magukat az ország program térképére, ha mondhatok ilyet, vagy egy listára, hogy jó helyen szerepelnek a mai napig is? Hát azért a fiatalok, be kell látnunk, hogy a fiatalok körében még mindig a bulizás a legfontosabb, ami kimozdítja őket a komfortzónájukból. Tehát kétségkívül, hogy azok a könnyűzenei vagy egyéb zenei rendezvények, amelyeket a megye rendezett, azok továbbra is kell, hogy éljenek, mert ezek jelentős tömeget mozgatnak meg. Azon kívül ugye kereste a helyét a megye, abból a szempontból mindenképp, hogy mi legyen a fő attrakciója. Ugye azt mondtuk, hogy hát legyen a gasztronómia. Nagyon sok érdekes gasztronómiával összefüggő rendezvényünk volt a megyébe. Ez azért laposodott el, mert egyet se tudtunk úgy Isten igazából kiemelni. Tehát nem lett azért olyan híres, mint a szolnoki gulyásfesztivál, vagy a békéscsabai kolbásztöltő, mert nem tudtuk folyamatosan javítani. Ha ugyanazt másoltuk, ami az első vagy második alkalommal már megvolt, arra azt mondta a turista, hogy jó, hát tavaly voltam, meg tavaly előtt, és már nem megyek még egyszer, mert úgysem lesz más. Ha tudtunk volna rátenni mindig egy lapáttal, akkor igen. Élő példa az állatpark. Az állatparkunk attól lesz igazán érdekes, hogy mindig fejlesztettük egy picit, és ez azt jelentette, hogy mindig volt újabb és újabb tömeg, aki
azt az újat szerette volna látni, mert egyébként elfogytak volna a vendégek, szóval elfogy a turista, nincs annyi turista, mennyi attrakciónk van. És hát ellaposodtunk, mert ugye ez felütötte a fejét az, hogy érdemes rendezvényt csinálni, tehát elterjedt, és utána egymást másolták a települések. Hát amikor egy időben, nyári napon 8-10 rendezvény van 100 kilométeres távolságban, akkor azt mondom, hogy ez már nem turisztikai vonzerő, ez a helyieknek szórakozás, amire nagyon nagy szükség van, tehát a helyi emberekre, de nem ebből kellene nekünk élni. A turizmus nekünk azért kellene jobban fejleszteni, hogy igenis legyen egy olyan plusz bevétele az itt élő embereknek, amely a megélhetésükhez jelentősen hozzá tud járulni. Tehát nem csak azért, hogy itt jól érezzék az emberek magukat, az egy más dolog, azért a falunapok a felelősek. De a turisztikai rendezvényeket komplexen megszervezve, hozzárendelve a marketinget, hogy arról tudjanak az emberek. Én most már egy kicsit talán kevesebb rendezvényen veszek részt, de nagyon sokról nem is tudok. Vagy utólag értesülök róla, hogy volt ilyen. És azért mondom, hogyha itt a megyén belül sem működik ez a rendszer, akkor miért várjuk azt, hogy egy Vas megyei, egy Zala megyei turista meggondolja magát, hogy mégiscsak eljön erre a keleti országrészre szétnézni is, és természetesen összekapcsoltan azt mondja, hogy eljövök augusztusban, mert van egy kéthetes olyan program, amikor minden nap van valahol valami. Nem, a Szatmári Fesztivált is szétszedtük, most már csak hétvégeken vannak rendezvények. Bízva a fejlődésben, remélem, hogy mondjuk egy év múlva már ebből a szempontból is pozitívan tudunk majd beszélgetni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba.